Jókai Mórral indítottam, és most szeretném bezárni Eszterházy Péterrel, Semmi művészet. Ez egy olyan könyv, amelyet őszinte örömmel ajánlok a futballrajongók számára is, de azért a regény jóval több ennél. Édesanyja emlékére készítette ezt a könyvet, és egy olyan játékossal hasonlítja össze, Puskás Ferenccel, akit a világ minden táján ismernek, és a világ minden táján tudják, hogy ő magyar volt. A híres aranycsapatnak volt az egyik legfőbb csillaga, gyémántja, hogy majd fogalmazza Eszterházy Péter, de 1956-ban, miután nem jött haza a Melbourne-i olimpiáról, utána viszonylag öregen egy európai karriert kezdett, az első ilyen nagy európai magyar sportkarriert. Spanyolországtól kezdve Görögországon át azokat a csapatokat, amelyeket akár edzett, akár tagja volt, azokat mind győzelemre segítette. Ő az egyetlen olyan labdarúgó ma is, aki gólt rúgott Európa-bajnokságon, világbajnokságon és olimpián. Hogy kapcsolódik össze Puskás Ferenc és az édesanyja története? Erről szeretnék most felolvasni egy fejezetet a Semmi művészetből. A látogatás. 1952. Ma nincs edzés, ma kell menni, mondta anyám, és azzal már rohant is a fürdőszobába. Most nem csukta be maga után az ajtót, végignézhettem az egész átváltozási csiribí-csiribát. Legfőképp a rúzsozási csücsörre emlékszem. Olyankor anyám, mintha egy másik világból jött volna, talán a színésznőkéből, és az egymáson elpattanó ajkak hangja akár egy elegáns pezsgő bukkanás. És a koralszoknya. És a kalap. Kalap le, mindig elfelejtem, hogy proletár diktatúrában élünk. Kalap föl, de hát mégiscsak egy férfihoz megyek. Kalap le, viszont a Magyar Népköztársaság tisztjéhez. Kalap föl, ennek semmi jelentősége. Egy kalap ide vagy oda, akkor legyek inkább szép. Régről leginkább ez maradt meg bennem, anyámból. A szépsége konkrétan, ahogy lendületesen lép a koralszoknyájában, és az árnyékos kalapok, mint egy filmből. Lilike, hát maga az? Szaladt le Puskás Ferenc, az aranycsapat legfényesebb gyémántja. Ebben, kisfiam, semmi irónia nincs. Akkorra lett kész az aranycsapat. Sebes Guszti bácsi akkorra tette össze, kimerte hagyni Sándor Csikart, és megtalálta Hidegkuti Nándi helyét. Aki a Honvédban játszott, mint Puskás, abból katonát csináltak. Nem faragtak belőle katonát, inkább pusztán annak tekintették. Puskás akkor még csak a főhadnagyságig vitte. Később lett az újságcikkek címoldalán a száguldó őrnagy. Katonai beosztásként a Kilián laktanyába került a városparancsnokságra. A járőrök odavitték azokat a katonákat, akiket a fegyelmezetlenség ellen ki akartak hallgatni. Az öcsi meg segített mindenhol, ahol csak tudott. Ferenc, kérni szeretnék magától valamit. Bármit, Lilike, bármit! Se anyám, sem Puskás nem hazudott még annyit, mint ezen az ócska kelet-európai délelőttön. Anyám vámpban nyomatta egy az egyben az idegen szavak szótára szerint. Erotikus megjelenésével a szenvedélyeket felkorbácsoló, de józan, hidegen számító nőtípus. Puskás pedig úgy csinált, mintha tényleg volna a világon valami a futballon kívül, nem volt, amit ő komolyan vesz. Fordított Eisenstein parafrázisként segített feltolni anyámnak a gyerekkocsit a lépcsőn. Tolták, ahelyett, hogy emelték, vitték volna. Az irodában anyám kivett a kocsiból, és letett. Akkor már tudtam járni. Anyám döbbenten nézte a falat. Előbb az egyiket, aztán a szemben lévőt. Itt is egy rákosi kép,
ott is egy Rákosi kép. Ugyanaz a kép kétszer. Puskás nevetni kezdett. Maga az első Lilike, aki ezt észrevette. Fölraktam szembe még egyet, nézzétek egymást, hapsikáim, hát nem? Megőrült Ferenc, ezzel nem lehet viccelni. Ekkor kis felhő suhant át Puskás mindig ragyogó fáradt arcán. Legyintett. A labdával, Lilike, avval nem lehet viccelni. Az úgynevezett személyes rokon szemben túl, anyám és Puskás a futballhoz való viszonyukban sokban hasonlítottak egymásra. Ez adta barátságuk szolid alapját. Puskás tényleg kizárólag a labdát vette komolyan, csak a játékot tisztelte, az életet nem, mert igen, a játék volt az élete. A pályán tudta, mi a méltóság, mi a végtelen, mi a halál. Az életben a Puskás Ferenc, mint legenda főszerepet játszotta. Ebben hasonlított Thomas Mannra, más rokonvonásra hirtelenjében nem leltem. Nem a hősiest, hanem az emberi verziót, az örökké bohó havert, aki mindig mindent elintéz. A mindenkinek segít árvált gyámola, a nemzeti stápja. Puskás tényleg úgy tárgyalt a diktatúra gyilkosaival, mintha azok veszélytelen karikatúrák volnának egy Chaplin filmből. Farkas Mihály vezérezredes nevére nem volt ember az 50-es évek Magyarországán, akinek ne rándult volna rettegve, görcsbe a gyomra. Puskás kedélyeskedve, mint főnök vagy öreg emlegette. Jól van, főnök, eltilthatja a cibort, de akkor játszom maga balkezest. Általában Bozsikkal kettesben mentek be hozzá ügyeket intézni. Közben jártak, mint a mesében. Farkas hozatott enni, innivalót, egyenek csak, fiúk, egyenek, hát kell az erő, nem igaz? Ész is kell, Farkas elvtárs. No, csak egyenek, az a biztos, amit ma megesznek. Diktatúrában, kisfiam, mindenki fél, mindenki félelemben él. Ha Puskásnak hívják, ha Farkasnak, ha bal összekötő, ha vezérezredes. Puskás is tudta, hogy létezik a pályán túli világ, de úgy tett, mintha nem tudná. Anyám is tudta, de ő is valamelyest Puskáshoz hasonlóan megpróbált mindig mindenből futballpályát kreálni. És őt is ez mozgatta, nem a játékos kedve, nem is a kalandos alaptermészete, hanem a muszáj. Muszáj valamit tenni, mert állandóan nem lehet félelemben élni. Én mindig láttam egy éles vonást anyám gyönyörű macskás szemében, egy tompa, állandó villanást. A félelem szakadatlan jelenlétét. Félt, hogy bajunk esik, és reszketett apánkért. Azt hiszem, nem közvetlenül a diktatúrától félt, hanem a diktatúra egyenes, igen-nem világa ismertette föl vele a világ vérszomjas természetét. Segített, eszébe véste, hogy ha baj van, akkor baj van. Akkor se rajtunk, se apánkon nem tud segíteni. Eszébe véste a tehetetlenségét, a kiszolgáltatottságát. Nem mondom, hogy a futballpályán, az egész világon más lett, de más lett. Leplezni tudta a rettegést. Szabadságával leplezte. Folyt köv. Puskás rajongva bámulta anyámat. Ferenc, Ferenc, csak olyat ígérjen meg, amit meg tud tartani. Puskás a szívére tette a kezét. Nem probléma, Lilike, vegye úgy, hogy már el is van intézve. A főnök az ávosoknak is főnöke, és azt mondják, hogy egyébként is megőrül a fociért. Ez tényleg így volt. Farkas Mihály ott ült minden meccsen a lelátón, úgy drukkolt, mint bárki más. A kezünkből leszik, csak vigyázzon, vigyázzon, ravaszabbak ezek, mint látszanak. Nálam, édes kisasszony, nálam ravaszabb. Asszony vagyok, Ferenc, asszony. Nálam nincs furmányosabb, Lilike, ezt tudja az egész világ. Csönd lett. Csak én csaptam zajt. Puskás a szájára tette az ujját. Beszéljenek másról, hát ha lehallgatják őket. Vagy szinte ugyanekkor vállat vont, mintha magában volna. Hallgassanak le, hallgassák csak le a seggem.
Ferenc úriember nem beszél így. Puskás fölnevetett, hát kiállította Lilike, édes Lilike, hogy én úriember vagyok. Spéler vagyok én, Lilike, egy spéler, de hogy úriember. Ne csúfolódjon, Ferenc. Kérni jöttem, és kérni nagyon nehéz. De hogy nehéz egy havertól, Lilike. Maga kér és vegye úgy, hogy el van intézve. Tényleg el is lett. A kitelepítést megúsztuk. Anyám visszapakolt a gyerekkocsiba. Tudja, Ferenc, nem nyaralni vagyunk a földön. Feladatunk van magának, nekem is, ennek a kisembernek is. Nem akarnám mutatni, de a lét titokzatosabb, mint hogy csak megúszni akarhatnánk. Akkor most szóljak a főnöknek, Lilike? Szóljon, Ferenc, azért jöttem, ezt általánosabban értettem, az Úristennel, tudja, nem lehet biztosítási szerződést kötni, ha ért engem. Ez nekem magas, Lilike, de az biztos, hogy az Úristen is spíler.